Ezt a példányt Dávid Kis Borbál, a kisújszállási természetfotós fedezte fel bagolyszámlálás közben. Miután jelentette az észlelést, több se kellett Varga Lászlónak, a Madár Kórház Alapítvány turisztikai menedzserének, hogy maga is meglesse a ritka egyedet. Egy ilyen példány igazi kuriózum nem csak a bagolykedvelő, természetszerető embereknek, hanem a terepmadarászok is csodájára járnak. A menedzser is Lencse végre kapta az albínó erdei fülesbaglyot a görögkeleti ortodox templom kertjében. Én ide jártam ebbe a gimnáziumba, és nagyon sokat, hogyha jöttünk a suliba, akkor megnéztük a baglyokat, ott szoktak ülni a fákon. Hogyha elmegyünk a gyerekekkel, akkor is mindig megnézegetjük őket, aranyosak nagyon. Nem, ezt a fehéret még nem. Sötétebbek, a hagyományos kis fülesbaglyokat szoktuk látni, ezt a fehéret nem láttuk még. Különleges, meg örülnek, hogy van itt is ilyen szép kis madárka. Az albínó madarak általában ritkák nálunk. A madárkórházba is csak 2-3 évente kerül egy-egy faj, ilyen különleges egyede. Az albínó madarakat fokozottan veszélyeztetik a ragadozók, mivel kirívó a színük fajtatársaikhoz képest. Sok esetben fajtatársaik is előzik őket, azonban ezt a példányt fajtársai láthatóan befogadták a csapatba.